Kartalon szeptember 13-án falunapot és népzenei találkozót szervezett a Nagyközség önkormányzata, az idén 32 éves kartali asszony kórussal karöltve. A programsorozat a kissé esős, borús időben futóversennyel kezdődött, ahol különböző korcsoportban és távban lehetett nevezni. A hivatalos megnyitót Tóth Ilkó Mihály polgármester tartotta a Petőfi téren. A falunap ötlete egy már meglévő hagyományból született, hiszen a kartali asszonykórus az önkormányzat támogatásával már több éve tartja meg a település hírnevét öregbítő rendezvényt. Nem véletlen az sem, hogy épp a mai délutánra esett a képviselőtestület választása. 2014. februárjában a kartali asszonykórus átvehette az amatőr együttesek legmagasabb kitüntetését, a Csokonai díjat Balogh Zoltán miniszter úrtól. A képviselőtestület 2014-ben úgy határozott, hogy az asszonykórus méltó a kartali díszpolgári címre, ezért ebben az évben neki adományozza. A délelőtt folyamán helyi csoportok mutatkoztak be a színpadon. Láthattuk a Játéksziget napközi otthonos óvoda gyermekeit, Házi Grétit, aki mesét mondott, a Művelődési Ház Rosmarin Tánc csoportját, a Happiness Dance and Fitness Fit Kit csoportjait, Kengú bemutatót Gerhát Petra vezetésével, valamint Mezei Judit és Tamás Andrea hastánc bemutatóját. Berecki Márta népdalokat énekelt, Varga Péter hegedűjátékát testvére Kristóf bűvész mutatványai követték, majd Sári Szabolcs trombita játékát hallhatta a kartali közönség. A helyi csoportok fellépése mellett a gyűszűkör által szervezett hagyományőrző Lekvár Fesztivál, kézműves foglalkozások sora, arcfestés és íjász bemutató is színesítette a programot. A délelőtt programjait a budapesti Hori Horgas Hulyákolók gyermekműsora zárta. Délután a Kartali Művelődési Házban a népzenei találkozóval folytatódott a program, amelyre közel 300 vendég érkezett az ország különböző tájáról. A kartali asszonykórus előadását hálaadás követte Karácsondi Mihály Bagi plébános atyával. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban a kartaliakat, ha már egy vérből valók vagyunk, és mondhatnám, áldott vagyok az asszonyok között.
És hát egy kicsit úgy is érzem, hogy áldott vagyok, hogy itt lehetek végre a falu napon, hiszen 41 éve, amióta igazából elmentem a faluból, ilyen nagyszabású ünnepségen nem igazán voltam. Most is kényszerből ugyan, de azért örömmel vagyok itt, és remélem, hogy ez az itt létem öröme kiterjed mindenki másra is. Hiszen azért vagyunk itt, hogy tudjunk ünnepelni, hogy hálát tudjunk adni mennyei atyánknak mindazért, amit kaptunk. Elsősorban az asszonykórus 32 évéért, mindazokért az eredményekért, amivel öregbítette falunknak a jó hírét, a hírnevét, és mindazért a kegyelemért, amelyet nap mint nap érezhetünk. A program keretében Tóth Ilkó Mihály polgármester adta át a díszpolgári címet a Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas Kartali asszonykórus jelenlegi és egykori tagjainak. Engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki a Kartali önkormányzatnak, elsősorban Tóth Ilkó Mihály polgármester úrnak, hogy hozzásegítettek bennünket, hogy meg tudtuk rendezni ebben az évben a népzenei találkozót. Kívánjuk, hogy az új képviselőtestület se feledkezzen meg a Kartali asszonykórusról, de a többi csoportról sem, mert úgy gondolom, hogy ők is helyt állnak, ugyanúgy, mint a Kartali asszonykórus. Kedves polgármester úr, kérem fogadja ezt a csekélységet Kartali népművészeti motivumokkal készített helyi kerámikus, aki nagy szeretettel készítette el nekünk, és fogadja el tőlük ezt a csekély ajándékot. Köszönöm szépen. A köszöntők sorát dr. Gerzanics Magdolna, a Kóta és a Vaslajos Szövetség elnökségi tagja nyitotta meg. Köszhely ma már, hogy a népdal az mennyi mindenre jó. Az egészséget segíti, általában a zene, de a népdal külön. A népdal még azt az értéket is hordozza, hogy a régit, az ősit megőrzi, továbbadja a jövő számára. A Kartali asszonykórustól csak tanulni lehet, és nagyon nagy boldogság látni, hogy Kartalon vannak fiatalok, vannak gyerekek, akik tovább viszik ezt a csodálatos hagyományt. A családtagoknak is köszönjük, hogy mindezt lehetővé tették és teszik, tehát segítik az éneklő hozzátartozójukat. Magam részéről én is szeretnék gratulálni egyrészt a Kartali asszonykórusnak, úgyis, mint Kartal nagyközség díszpolgárainak mától kezdve, a Kartali asszonykórus vezetőinek, Walter Mennyhértnének, ahhoz a 17 évhez, amit a kórus élén lelkesen és nagy szakmaisággal végigvitt, és természetesen végül, de nem utolsó sorban Kartal nagyközség önkormányzatának, hogy ennyire hű támasza és segítője volt az asszonykórus több évtizedes munkájának, és ennek a mai találkozónak is. Az ünnepelteket és a találkozó résztvevőit Budai Ilona egy népdallal köszöntötte. Az Isten áldása szálljon erre házra, a benne lévőket indítsa vígságra. A népzenei találkozó 14 részvevő csoportjának több mint 4 órás műsorát a Bogácsi Pávakör fellépése nyitotta meg. Ami elmúlt, az már többé nem lesz. Veled, babám, többé szégyen nem lesz. Te nap este voltál utoljára, akkor is az anyád.
Őket követte a Hévízgyörki Aranyalma Hagyományőrző Csoport, a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület, a Lőrinci Tánccsoport két tagja Besszer Anna és Szabó Bálint, a Kartali Ne Felejts Népzenei Együttes, a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre, a Herédi Népdalkör, a Bükkábrányi Népdalkör, a Vecsési Labda Rózsa Népdalkör, a Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület, az Isaszegi Asszonykórus és a Csatatánc Együttes. A népzenei találkozó utolsó fellépője a Szlovákiából érkezett Pogrányi Nagyharang Együttes és a Gesztei Téliződ Hagyományőrző Csoport volt. A népzenei találkozó zárását követően egy teljesen más műfajnak adott helyet a Kartali Művelődési Ház színpada. Kvaka Andrea, a kartali énekesnő, az X-Faktor egyik felfedezettje adott nagy sikerű koncertet. A 2014 évi Kartali Falunapot és népzenei találkozót Táncos Mulatság zárta.